Szervusztok, jó reggelt kívánok! Engem Vadász Zsoltnak hívnak, és általában a Trabant expedíciókat vezetgetem. Jelen esetben ezt a gyönyörűséges Trabantot, amelyik egy négy ütemű kombi, és a bejelentkezésem apropója az, némi nemű mulatságos bejelentkezés után, hogy mivel megérkeztünk Mentonba, franciásan ejtve a Menton nevű francia kisváros nevét, és az ajtóban kifelé látható területen, azaz placon, immáron, neki készülődik a neki futásához az Afrika rész elnevezésű futam. Ennek a futamnak az érdekessége az, hogy szilveszter napján fog, azaz holnap indulni Monakóból, és mi Trabanttal egy kicsit körbevizitáljuk ezt a mezőnyt, a népességet, az épített gépeket, és megcsodáljuk őket. Íme itt vagyunk a gépcsoda körül, a hozzátartozó kutyával együtt. A Trabanton mindenféle égi és földi csodával fel van szerelve, úgy mint a homokvas, a szolárpanel, a LED híd, a belső is teljesen át van alakítva lakó és expedíciós autóvá. Nos, akkor az autótól elindulva sétálunk egy kicsit ezen a verseny bemelegítő napon, és megnézzük, hogy milyen gépekkel is fognak Afrika homokjában dorbézolni az emberek. Szépen be vannak sorakozva a terepjárók, töltögetik a papírokat, matricáznak. Épp olyan ez, mint a Budapest, Bamako és környéke, annyi különbséggel, hogy itt azért némileg profi gépezetek mozognak az emberek között. Kicsit távolabbról mutatom a nagy menők autójait. Attól tartok, hogy ezek után nagyon nehéz szívvel fogok visszamenni a Trabantomhoz. Bár ahogy én ezt szoktam mondani, hogy mind-mind ezekkel az autókkal kommandózni nem kihívás. Még magyar kollégával nem találkoztam, de nagyon bízom benne, hogy valaki lesz az, akit meg tudok itt interjúvolni ékes magyar nyelvünkön. Azért attól tartok, hogy egy ilyen jellegű gépjárművön a magyar KPM dobna 9 darab hátast, és aztán inkább felmondana, de nem merne bármibe is belekötni. Valaki már ott melegítget valami gépezetet, aminek a hangját hallhatjuk. Lengyelek, hollandok, csehek, litvánok, franciák tömkelegével, találunk itt olaszokat, belgákat, spanyolokat természetesen, de magyar kollégával még ez esetben nem találkoztam. Bemerészkedek egy kicsit ebből a sűrűjébe. Ó, egy 1000 éves Tátra, a 121 éves tradícióival. Annak ellenére, hogy el van bújva itt a nagyok tömegébe, nagyon szépen fog teljesíteni valószínűleg. Hoppá! Itt van egy Ceglődi Péter, Ács László és Kovács Miklós párosítás. Remélem látjátok a felvételen. A Vén Familiától a Horgász Bazáron keresztül és a Papírkalocson mindenki biztosította számukra a részvételt. Ha esetleg megtaláljuk őket, meg is fogjuk őket interjúvolni. Ahogy elnézem, még régi kedvencem, a Metabond is biztosítja a dolgot. Szóval ezt a buginak a hangját meg fogjuk hallgatni, mert ez olyan tetszető számunkra.
okosabbra veszem magamat, mert szerintem... Hosszorogálni? Persze, miért? Hát ez teljesen jó. Lehet, hogy orbítanom kell mellette. Valószínűleg nem egy 1100 köbcentis motorja van a szerkezetnek. Megkeressük a kipufogót is azért, hogy tudjunk vele hallgatózni. Ő lesz az valószínűleg. Ezzel a záró képsorral ki is sétálhatunk immáron a nagy gépesek közül. Ez lesz imhol a holnap Monakóból induló Afrika részmezőnye. Legalábbis a terepjáró és kisebb-nagyobb kategóriákban. Egy újabb képsorozat, hogy eljutottunk a terepjárósok szekciójába. Őket szerintem inkább előről kellene egy megnézzük, de sajnos szembesüt a napocska, úgyhogy a hátsó feltájukat tudjuk végigvizitálni. És akkor következzék most a szervíz háttér. A felkelő napfényét megpróbálom kihagyni a felvételezésből, de íme így néz ki körülbelül egy szervízkamion belső része. Majd pedig némi napfényvesztés után íme egy másik.
Nos, itt vagyunk akkor újra és ismét. Megváltoztak ugyan a napsütés körülményei, beborult itt Mantonban, viszont a kiállításunk egyre inkább bővül. Nagyon szép autókat láthatunk most már beállva a terepjárósok közé is. Mindenféle extrém felszereléssel kiegészített gépjárművek vannak. Ez például egy rendezői autó. De egyéb iránt már beharangozásra kerülnek a következő futamok. Ez a kiállítási darab, ami éppen narancssárgában pompázik itt, ez majd a CAP 180 versenyt fogja beharangozni, aminek egészen pontosan az időpontja egyelőre még rejtély maradt számunkra. Nem komolytalan egy gépjármű. Azért a sorban ismét és ismét feltűnik a pálmafák között majd a Trabant, amit profán és egyszerű módon beállítottam a versenyzők közé.